Ezekkel a tradicionális székely ruhákba öltöztetett, teveli babákkal is találkozhattak azok, akik betértek az örökség sátorba a 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztiválon Bonyhádon. Ezek a babák a teveli székelykör tulajdonában vannak, 2015-től gyűjtjük ezeket a babákat, jelenleg 52 székely népviseletes babánk van a székelyházban, per pillanat 22 babát hoztunk el. Ezek a babáknak a viseletük van téli, nyári viselet, hétköznapi, ünneplős viselet, tehát amilyen a mindennapi életben volt. Többségében nagyanyáink, anyáink varták a 70-es években, ezeket összegyűjtöttük, felújítottuk és kiállítottuk a teveli székelyházba, és nagyon sokat készítettünk még melléjük, többségében férfiakat, de például van menyasszonyunk, vőlegényünk, öregasszonyunk, tehát korosztály szerinti megoszlás is van benne, tehát nem csak a téli-nyári viseletek alapján. És magáról a teveli? A teveli székelykör 1989-ben alakult, 35 éve, szintén mind a Bukovinai Szövetség áprilisban, és azóta is aktívan működik, van egy karéneke, Nagy Gabriella vezeti, az elnökünk Erős Pál, és mindenféle nemzetközi fesztiválokon részt veszünk, aktívan szerepelünk, gyűjtjük a dolgainkat, az őseink hagyatékát, és a teveli székelykör a baba gyűjteményen kívül elsősorban, hogy a fiatal korosztály megismerje a népviseletünket, hogy mennyi, milyen réteges, mennyire összetett az egész viseletünk, ezért is szerettük volna, és a honosítási okiratainkat is, hogy megismerjék a fiatalok. És a másik nagyon fontos szerintem ezen a Bukovinai Fesztiválon, hogy találkozunk a régi ismerőseinkkel, barátainkkal, egyesületekkel, külföldivel, belföldivel, és már baráti kapcsolat van köztük, és nekünk ez nagyon sokat számít, hogy újra találkozhatunk a barátainkkal. Ugyanebben a sátorban Rudolf László családfa kutató bukovinai székely könyveket kínált az érdeklődőknek. Mindenki tőlem bukovinai székely könyveket, elsőbb a családkönyveket vár, hiszen az öt faluból eddig már háromnak megjelentettem a családkönyvét, a József falváit, András falváit és Fogadj Istenét. De a két legnagyobb falum alatt utoljára, Isten segíts és Hadik falva, szinte mindenki azt várja tőlem. Na most én azt a két könyvet még nem tudom megmutatni, mert először be kell őket fejezni, jövőre remélhetőleg kész az Isten segítsi, és utána rá egy évre a Hadikfalvi. És én idén úgy gondoltam, hogy sok olyan könyvem van, mint a kutató utakon elsősorban a régi Jugoszláviában, mostani Szerbiában, vagy Romániában, Erdélyben, amikor a bukovinai székelyek nyomait ott kutattam, kaptam, vettem nagyon sok könyvet, sőt Kárpátaljára is hoztam. Most jussanak el azok a könyvek, akik még olvasnak. Én most már elsősorban itt már pár nap múlva betöltöm a 69. évemet, most ezzel a két legnagyobb faluval szeretnék csak foglalkozni, befejezni, és akkor egész Bukovina feldolgozás megvan. Tehát én most már úgy sem érnék rá ezekkel a könyvekkel foglalkozni. És elhoztam is szépen, így lassan el is fogynak. Ami nem fogy el, azt meg valószínűleg a hőgyészi székelykörnek adom, mint legutóbb a székely találkozón, hiszen ők is gyűjtik egy egész nagy szekrényi könyvük van, és nekik fogom majd valószínűleg ajándékozni szintén. A sátornál viseletvarrók is bemutatták különböző székely öltözékeiket. Ezek, amik ott vannak ingek, mindegyiket én vartam. A Kakaszdon indult egy szakkör, a szedett ingvarró szakkör. Oda jelentkeztem, ott tanítottak meg az ingnek a hímzésére a Sebestyéni Bolya vezényelt és a Kis Erzsébet és a Jakab Justina. Azt tudni kell, én nem vagyok székely. A férjem viszont az, és úgy gondoltam, hogy megtanulom, hogy legalább a családnak el tudjam készíteni a viseletét, és tovább tudják vinni ezt az örökséget.